Top 10 fun fact, amit nem tudtál Tom Denhamről. A Harry Potter filmek ikonikus főgonosza, Voldemort ígéretes roxforti diákként kezdte a pályafutását, és ekkor még Tom Denhamként ismerték. Aztán persze rossz útra tért, és ez a sötét karrier is meg volt alapozva lényegében már a kezdetektől fogva. Lássuk hát azt a 10 érdekességet, amit talán nem tudtál Tom Denhamről. Én nem az a srác vagyok, és tartsatok velem! Voldemort már gyerekként megkíséri meggyilkolni Harryt egy profécia miatt, ám kudarcot vall. Elsőre talán nem is gondolnánk, hogy az ádász ellenséget valójában rokoni szálak fűzik egymáshoz. A halál rekélyében megismerjük a három testvér, Antioch, Cadmus és Ignotus Perevel történetét, aki közül a láthatatlanná tévő köpenyt megszerző Ignotus igazából James Potter, tehát Harry apjának a távoli rokona. Mit ad Isten, Cadmus pedig Tom Denhammel áll rokonságban, tehát mondhatjuk, hogy szegről végről rokoni kapcsolatok fűzik őket egymáshoz. És a halálfalók végtelen gyűlöletet éreznek a nem aranyvérű varázslókkal szemben, és nem is félnek eltenni a sárvérűeket lábalól. Ironikus, hogy egyébként Tom Denham maga is félvér, hiszen apja mugli volt. Édesanyja Murrope maga is varázsló volt, aki nem sokkal Tom születése után meghalt. A gyermek nem igaz szerelemből fogant, hiszen Tom apja sosem volt szerelmes valójában Murrope-ba, végig szerelmi bájita a hatása alatt állt. A tinédzser Denham felháborodott, amikor megtudta, hogy ő maga sem aranyvérű, és később Voldemortként egyenesen Mordekár Malazár egyeneságú leszármazottjának vallotta magát. Szóval valahol vicces, hogy milyen sok aranyvérű állt Voldemort mellé, hogy kiírtsák a sárvérűeket, miközben a vezetőjük maga sem volt soha tiszta vérű. Mint már említettem, Denham édesanyja Murrope Tom születése után nem sokkal halt meg. Halála pedig kicsit hasonlít Luke Skywalker édesanyjának, Padmének az esetére is, aki azért távozott el, mert konkrétan elment az életkedve, miután Anakin átállt a sötét oldalra. Élete szerelme Tom édesapja valójában sosem viszonozta Murrope érzelmeit, ezért miután nem mérgezte tovább szerelmi bájitallal, a férfi lelépett és magával vitte a nő vagyonát is. Murrope ezután elvesztette az életkedvét és a varázserejét is egyaránt. Már arra sem volt képes, hogy saját magát megmentse, így Tomot árvaházba küldte, majd meghalt nem sokkal később. A filmekben nem sok szó esik Tom fiatalkoráról. Persze a félvér hercegben nagy vonalakban végigvezetik a fiatal Tom roxforti éveit, de arról szinte semmi szó nem esik, hogy mit csinált az iskola elvégzése után. Sokáig bizony kereskedőként dolgozott az Abszolúton, egy varázstárgyakra specializálódott boltban, a Borgin & Burksben. És kifejezetten eredményes is volt a munkájában, ugyanis rengeteg ritka varázserekéhez jutott hozzá. Így szerezte meg többek között Hugrabuk Helga kejhét és Mardekár medáját is, ebből pedig egyenesen következett, hogy ezeket az erekéket horcruxá változtatja. A filmekben is egyértelművé válik, hogy Denham már fiatalon kitűnt a többi diák közül. Lumpsluk professzor az egyik nagy bizalmasa volt, hiszen a tanár rengeteg potenciált látott a fiatal varázslóban. Aztán végül Denham miatt kellett távozni a Roxfordból, hiszen amikor Tom a horcruxokról érdeklődött, akkor ő volt az, aki felvilágosította a sötét varázslatokat illetően. Ezen kívül pedig valódi mintadiák volt, sok-sok tanár bizalmába beférkőzött és manipulálta is őket, ezzel próbálta diáktársai tiszteletét is kivívni. Illetve fontos kiemelni, hogy a Roxfort összes rejtett szegletét igyekezett megismerni, sőt később még tanárnak is jelentkezett, ám erről egy későbbi pontban részletesebben is mesélek. Amikor Tom rájött, hogy nem aranyvérű, őrült haragra gerjedt. Édesanyja családja utáni nyomozása közben találkozott bácsikájával, Morfinnal, aki megemlítette, hogy Tom nagyon hasonlít arra a muglira. Ezzel pedig Denham vérszerinti apjára célzott, aki ugye mugli volt. Amikor ráébredt, hogy Morphy nem hazudik, de nem később felkutatta és megölte a saját apját, illetve a nagyszüleivel is végzett, szóval lényegében tiniként vált sorozatgyilkossá. Morphy memóriáját úgy módosította, hogy a férfi azt higgye, hogy ő ölte meg Tom családját, és később az Azkabánba is zárták emiatt. A Gaunt família Mordekár Malazár egyeneságú leszármazottai voltak. A családban az átlagosnál gyakoribbak voltak az erőszakos bűnelkövetők, akik ráadásul úgy próbálták megőrizni mindenáron az aranyvériségüket, hogy nem riadtak vissza attól sem, hogy rokonaikkal jöjjenek össze. Tehát mivel nem vegyültek az alacsonyabb rendű varázsló családokból származókkal, és nyilván a muglikkal sem, így egy idő után elfolytak a potenciális személyek, akik megfelelő vérvonalú utódot hozhattak a világra, szóval a vérfertőzés itt jött képbe. Mint azt korábban említettem, Tom Denham maga is roxforti tanár szeretett volna lenni, méghozzá a sötét varázslatok kivédését szemelte ki magának, mint a legtesthez álló feladatot.
Dumbledore azonban nem akarta, hogy Tom megszerezze ezt a pozíciót, aki emiatt ismét haragra gerjedt, olyannyira, hogy megátkozta a sötét varázslatok kivédése pozíciót. Szerintem most már sejtitek, hogy miért van az, hogy Harry Potterék iskolai évei alatt minden évben más ember tanította ezt a tárgyat. Nos, a filmekben nem térnek ki rá, de ez Voldemortnak köszönhető. De nem már fiatalon ügyes manipulátor volt, jó tanulmányi eredményei miatt sok tanárhoz oda tudta édesgetni magát, innentől pedig sikeresen manipulálni is tudta az illetőt. Szinte mindenkinél képes volt elérni, amit akart, csak hát Dumbledore-nál nem. Ő már a kezdetekkor is átlátott Denem sötét húzásain, és sejtette, hogy nem csak jóra tervezi használni a Roxfordban megszerzett tudását, ezért tehát sosem bízott meg benne teljes mértékben. Denem pedig nem is törekedett arra, hogy Dumbledore bizalmába férkőzzön, de félt is tőle mindeközben, mert a Roxford igazgatója ismerte a fiú valódi sötét törekvéseit. És végül, de nem utolsó sorban fontos kiemelni azt is, hogy Tom Denem egy magas, igéző, sötét szemű és jóképű fiú volt, legalábbis a könyv leírása szerint. Meg hát a filmekben sem túl csúnya színészek alakították. Ezzel szemben Voldemort fakó, fehérbőrű és kígyószerű orral rendelkezik, mert hát az embereken megmutatkozik a sötét mágia használata. Tom az iskolás éveiben egy karizmatikus és vonzó fiúnak számított, akit egyébként a filmben összesen három színész három különböző életszakaszban formál meg. A karizmatikus személyiségének, és persze nem utolsó sorban jó külsejének is köszönhette, hogy már fiatalon összetudta gyűjteni maga mellé a halálfalókat. Sőt, a filmekben még csupán egy emlékformájában Ginny Weasley-t is sikeresen manipulálni tudta. Nos, ez lett volna az a 10 dolog, amit talán nem tudtál Voldemortról, alias Tom Denemről. Ha olvastad a Harry Potter könyveket, akkor sok új információt bizonyára nem tudtam most mondani. Ha viszont csak a filmeket láttad, akkor rengeteg újdonságot hallhattál most valószínűleg, hiszen a filmek meglepő módon elég csínyán bánnak a Tom Denemről szóló információkkal, pedig hát elég fontos szereplő, ő a főgonosz, és mégsem tudunk meg róla annyi dolgot, mint a könyvekből. No de lényeg a lényeg, nagyon szépen köszönöm, hogy végignézted ezt a videót, és ha tetszett, akkor mindenképpen csapass egy lájkot, mert ezzel rengeteget tudsz nekem segíteni abban, hogy ez a videó még több emberhez eljusson. Én nem az a srác voltam, hamarosan újra találkozunk, és ezt még mindig nem fenyegetésből mondtam, hisz tudjátok jól. Sziasztok! Legyen a téma az utóbbi tetszett, iratkozz fel, a csengőt fejed meg.